jelen pillanatban a társadalomunk olyan szinten van, hogy a gyors megoldásokat keresik, hogy gyorsan vegyünk be egy tablettát, oldjunk meg a problémát, ne fájjon, ne legyen kellemetlen, ne legyünk kövérek, ne legyünk soványak, ne legyünk ilyenek, hanem megfeleljünk az elvárásoknak. Van a nehezebb út, amikor nem egyből a pirulákhoz és a kapszulákhoz és a különböző készítményekhez jönünk, hanem próbálunk önmagunkat egy kicsit átformálni, és ehhez segítségül hívjuk az akaraterőnket és a belső késztetésünket. Az ember nem célokat, hanem fogadalmakat tesznek. Meg nem életmódot váltanak, hanem kúrákat csinálnak, meg fogyókúrákat. Tehát ami kúra, az valameddig tart, valamilyen hatásra van, az életed nem változik meg tőle, meg kellemetlen lesz egy idő után, és abba vagyok. Ha célt határozol meg, és te konzekvens vagy, akkor végigviszed. Ha meg csak ilyen fogadalmak, hogy hol nem eszek csokit, meg sportolni fog, többet meg mozogni, meg egészségesebben fog táplálkozni, mivel nincsen múltad, nincsen hagyományod ebbe, ez szert köddé fog foszlani. És akkor jönnek a konditerembe januárba, tele vagyunk, nem lehet meg sem mozdulni, aztán márciusra meg lassan elfogynak. Az emberek a siker felé vezető úton nagyon sokszor próbálják megúszni a kemény munkát. Ami érthető is, mert mindenki próbálja így minél egyszerűbben megoldani a dolgot, de mindig, minden téren véleményem szerint szükség lesz kemény munkára is a siker érdekében, és ezt újra és újra és újra ismételni. Nagyon sok ember szeret tervezgetni, főleg így december végén, január elején, hogy majd így lesz, meg úgy lesz, meg amúgy lesz. De a célok elérésében én azt vettem észre, hogy mindig az a lényeg, amit utána teszel a tervezés után, mert a probléma a motivációnak az életben tartása. Meg egyáltalán, hogy úgy állj hozzá az adott témakörhöz későbbiekben is, esetleg amikor már sokkal nehezebb követni a célokat, és mondjuk nem is minden úgy jön össze, ahogy a kis leírt tervedben te eltervezted, és értek már csalódások, mert eltelt mondjuk 6 hónap az évből. Szóval az a folyamat sokkal fontosabb, mint a tervezgetés, tehát hanem utána, hogy azt életben tartsam, azt a motivációt. Mert ugye van is egy olyan mondás, hogy álmodni könnyű és ingyenes, bárki megteheti bármikor, de hogy életben tartani azokat az álmokat, az igazán nehéz. Akkor lehet igazán kihívás egy cél, hogyha megfélemlít téged és úgy vagy vele, hogy hát azért ez nem biztos, hogy így fog összejönni, vagy esetleg akkor még adott pillanatban semmilyen logikus megoldást nem látsz rá, hogy ez hogy fog összejönni, na akkor ez egy jó cél. És onnantól kezdve azt csak mondom, hogy lehet, hogy érdemes lenne kisebb, apróbb, de ugyanazon irányba mutató kisebb célokra felosztani, és azokat, hogyha eléred, akkor olyan sikerélményt érhetsz el, illetve ha visszatekintesz arra, hogy honnan indultál, mondjuk pár hónappal korábban, vagy egy évvel korábban, akkor az megadhatja azt a plusz lökést, mivel még erőbíthatsz a célod felé. Ha valamelyik súllyal egy adott szériában 12 ismétlést tudok végrehajtani, akkor ha végig gondoljuk, az a 12, hogyha olyan 12 ismétlés, hogy tényleg 13. nem menne, kizár dolog, az azt jelenti, hogy körülbelül olyan 7-nél 8-nál az már eléggé fájni fog. Tehát érzed azt, hogy ó, ez nem oké, itt valami történik, az agyad folyamatosan küldi a jeleket, hogy Pisti, tedd le, nem lesz ennek jó vége. De még van 4 ismétlés, és az a 4 ismétlés, hogy azt még megcsinálod, de onnantól kezdve, hogy fáj, és még 4-et csinálsz, mert nem érdekel a fájdalom, és csak is akkor is megcsinálod. Ez az végül is, ami külön választja a bajnokokat az átlagos edzőktől, mert ezt nem csak egy
szériában kell megcsinálni, hanem egy edzésen belül 10-valahány szériában mondjuk, és azt minden egyes nap, és mondjuk hetente 5-6-szor, és hány éven keresztül. 70-es években már Muhammad Ali azt mondta, hogy csak onnantól kezdve számolom az ismétléseket, amikor már fáj. És ez abszolút így van. Mert amit előtte csinálsz, ez kit érdekel, az bárki meg tudja csinálni. 1, 2, hát ez tök jó. És amikor már érzed, hogy ez nagyon ég meg, nagyon fáj. Na akkor onnantól kezdve elkezdted számolni, mert azok az ismétlések már tényleg számítanak. Senkinek nem ajánlom azt, meg nem mondom azt, hogy legyen testépítő belőle, főleg nem versenyző, de még esetleg olyan testépítőse, aki hetente 5-6-szor edzésre, ráadásul még tesztoszteront is használ, stb. Én nem erről beszélek. Én arról beszélek, hogy a testedzés az nagyon fontos lenne mindenki számára. Az emberi test, az véleményem szerint nem arra lett kitalálva, hogy bemész a munkahelyre, ott ülsz 6-8 órát, aztán utána hazamész, ott a tévé előtt ülsz, 2-3 órát, aztán lefekszel és fekszel. 8 órát. Én nem tudnám elképzelni az életemet sport nélkül, legyen az bármilyen sport. Tehát hetente 3-4-szer, hogyha valaki nem akar valamilyen fizikai aktivitást végezni, azt egyszerűen így felfogni nem tudom. Tehát az ember hosszú távú minőségi életet akar élni. Tehát nem akar állandóan beteg lenni, nem akar orvoshoz járni. Nem akar nyomorult idős ember lenni, akkor emelje fel a hátsóját és csináljon valamit. Mert ha csak tudományosan nézzük, van egy olyan dolog, a kromoszómák végén vannak olyanok, hogy telomerek. Ezek információ tartalom nélkül lévő DNS szakaszok. Ezek védik a sejtosztódás során a genetikai állományt. Ezek viszont minden osztódás során rövidülnek. Megfigyelték viszont azt, hogy aki rendszeresen sportol, vagy ugye a stresszmentes életet él, mint ugye már a buddhista papok, akkor ez a telomer hossza sokkal kevésbé rövidül, illetve van, akinél egész szép hosszat tart. Ez pedig a hosszú életnek a titka. Tehát ha nem csinálunk semmit, hamarabb megpusztulunk. Kivélként nagyon jó genetikája van. De javaslom mindenkinek, hogy emelje fel a fenekét, csináljon valamit, hogyha normálisan és egészségesen akar hosszú távon élni. Tehát a társadalmunk jelen pillanatban olyan állapotban van, hogy a könnyű és gyors megoldásokat keresik. Tehát vegyünk be egy tablettát, ígyunk meg egy energiaitalat, legyünk így gyorsan fittek, 2 perc alatt lemegyünk a konditerembe és kapjuk össze magunkat, de hát az energiát belefektetni azért sokkal nehezebb, nem ilyen egyszerű dolog. Tehát szeretnénk azt, hogyha minden egy tablettával bevehető lenne. Tehát én mondtam, hogy talán föltalálnám azt a tablettát, amit ha az emberek bevesznek, úgy fognak kinézni, hogy akarnak. Ki ilyen akar, ki olyan és kész. És erre lenne piac és mindenki imádná. De az élet nem erről szól, az élet arról szól, hogy küzdjünk meg, harcoljunk, szedjük össze magunkat, találjuk meg azt a belső motivációt, ami minket előre visz. És mindenkiben ott van ez a belső motiváció. Ezt kell mindenképpen előhívni magunkban, és úgy összeszedni magunkat, hogy az életben előre haladjunk. Akár a sport terén, akár karrier terén, akár csak a társadalmi pozíciónk terén, hogy tudjunk egy kicsit jobbat, egy kicsit többet adni ennek a világnak. Egy sportoló nem nyávog, nem hisztizik, nem vincog, nem keni másra, maga választotta az útját, és járja.